vége van, és ilyenkor lehet picit tovább aludni. Ez annyira nem igaz rám, mivel ilyenkor is elég korán szoktam felkelni, viszont az első dolog, amit teszek az ágyból való kiszállás után, az az, hogy magamra veszem ezt a csodálatos pihepuha köntöst, tényleg imádom, és melegen tart egész nap. Aztán egy pici hangulat, ugye ez is kell, és mindig felvidítja a lelkem, egy-két gyertya, és már is jobban érzem magam. És amikor ezen megvagyok, akkor jön a kötelező lépés, legalábbis számomra kötelező lépés, amikor is megvettem az ágyat. Enélkül tényleg nem érzem jól magam, nincs meg a komfortérzetem, szóval ezt muszáj megcsinálnom. Aki picit is ismer, nagyon jól tudja, hogy mi a következő lépés, természetesen a reggeli kávém elkészítése, hiszen enélkül nálam egy nap sem indul el. Aztán kényelembe helyezem magam a szobámban, és telefonozgatok picit, ugye Instagram, Pinterest, megnézem az újdonságokat, picit inspirálódom. Aztán ugyancsak hétvégén általában szombaton leülök, és kicsit átgondolom ugye a jövő hetemet, nagy vonalakban leírom azt, hogy mi az, amit mindenféleképp szeretnék ugye megcsinálni, mik a célok a jövő hétre, ilyesmi. Aztán egy kis smink elengedhetetlen lépése a napomnak. Ilyenkor egy természetesebb sminket szoktam elkészíteni, csak azért, hogy jól érezzem magam a nap folyamán, illetve hogyha mondjuk elmegyek kávézni a barátnőkkel, akkor legyek picit rendben, szóval semmi túlzás, semmi extra. És amikor ezzel megvagyok, akkor hát igen, egy örömtáncot járok azért, amit sikerült eddig elérnem. Ugyancsak a hétvégi rutinomban szerepel a Braun Silk Expert IPL termék használata. Biztos láttátok már Instagramon, hogy rendelkezem ezzel a termékkel, és sokan is kértétek egyébként, hogy legyen erről visszajelzés, úgyhogy ez most itt is van. Ilyen egyszerű csatlakoztatni az áramhoz egyébként, és aztán már csak egy gomnyomás, és működik a termék. Hihetetlen egyszerű. Tehát, miről is van szó? Ez a kis szerkezet megakadályozza a szőr újra növekedését. Hát szerintem ez csúcs szuper, és ezt hétvégén elvégzem a lábaimon főleg, de egyébként minden más testrészen is alkalmazható, és mint láthatjátok, annyira, de annyira egyszerű, akár tévénézés közben is megcsinálható az a kis kezelés, és én már tényleg látom az eredményét, de erről majd részletesebben fogok beszélni egy posztban. A lényeg az az, hogy eddig nagyon meg vagyok vele elégedve. Egyébként a Braun legújabb IPL terméke 300 ezer fényimpulzusra képes, tehát nagyon-nagyon sokáig használható a termék. Minden info és minden tudnivaló lent lesz az infoboxban, szóval ezt mindenképp nézzétek meg. Most pedig készítsünk el egy kis finomságot így a hidegebb napokra, egy kis instasztorit kövessetek be. Szóval az első hozzávalóm ehhez a nagyon finom nutellás látéhoz természetesen egy kis nutella, szóval már rossz nem lehet, én úgy gondolom. Erre aztán szórni fogok egy pici kakaóport. Egyébként nincsenek konkrét adagok, de szerintem látjátok, hogy miből és mennyit teszek hozzá, ugye, és nem nagyon lehet ezt elrontani. Aztán jön egy kis vanília eszencia és egy espresszó. Ezt összekeverem, míg ugye a hozzávalók összekeverednek, elolvadnak, és amikor ezzel megvagyok, akkor jöhet a forró tej. Jó sok tej, és természetesen ezt is jól el fogom kavarni, és akkor persze ugye egy kis tejszínhab, hisz az elmaradhatatlan szerintem. Boldog vagyok, úgyhogy menjünk oda a kis szekrényemhez, erről már láthatatok egy videót, ide fogom linkelni, ha még nem néztétek meg, és akkor jöjjön most egy kis fürdőzés. Ez egy nagyon jó hétvégi program, tényleg ajánlom mindenkinek, nagyon relaxáló, én legalábbis imádom, és ehhez természetesen be fogok vetni egy-két láss csodát, értitek? Szóval ez maradt hátra, és nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videóm, hogyha igen, akkor kérnék szépen egy lájkot és egy feliratkozást, írjátok majd nekem kommentben, hogy mi az,
amit ti is hétvégén szoktatok csinálni ezek közül, amit én most nektek bemutattam. Hát, ha van egy-két közös program. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, és találkozunk legközelebb. Sok puszi, sziasztok!